Augusztus 17-én szerdán pótolta az első fordulóból elhalasztott Siófok elleni mérkőzést a Videoton labdarúgó csapata. A kora esti órákban még nagy hőség fogadta a játékosokat a siófoki pályán, ahol a hazaiak kezdték aktívabban a találkozót. A 6. percben Sovumi cselezte be magát a Vidi 16-osán belülre, beadását azonban ígéretes helyzetben kivágták a védők. 7 perccel később megint a Siófok korábbi válogatottja volt a főszereplő. Kis Zsolt szerzett labdát a bal oldalon, beadását Sovumi le is vehette 8 méterre a kaputól, ám teljesen tisztán, nagy erővel a léc fölé lőtt. A 20. percben aztán a Vidi is nagy helyzetbe került. Ekkor jobbról Mitrovics adott be szögletet, amelyet Horváth Gábor fejelhetett az 5-ösről kapura, a labda nem sokkal került el a rövid sarkot. A 37. újra a Balatonpartiak perce volt. Ekkor Sovumi vett le egy labdát a 16-osnál, betört az 5-ösig, 5 méterről pedig lőtt is, de Vaskó Tamás a legjobbkor érkezett. 2 perccel később a 39. minútumban ezúttal az előkészítőként jeleskedő Sovumi jobboldali beadását Meltzer fejelte kapura, mint egy 12 méterről, a labda azonban elkerülte a hosszú sarkot. A 42. percben Álvaro Brácsi végzett el szabadrúgást a kaputól, mint egy 25 méterre, lövése nem sokkal került el a jobb felső sarkot. A második félidő is siófoki helyzettel indult. Az 50. percben Meltzer adott be jobbról egy szabadrúgást, de nem érkezett rá belül senki, így Tuivel magához ölelhette a labdát, csak úgy, mint 2 perccel később. A találkozó 65. percében Meltzer végzett el szögletet, amely után Vaskó röviden szabadított fel, de Sovumi 5 méterről nem tudta kihasználni az így adott lehetőséget. 3 perccel később megint a Siófok, ezúttal Tusori próbálkozott, de a Videoton védői megint a helyükön voltak, ezúttal Brácsi érkezett menteni. A 71. minutumban újra Tuivelnek volt dolga, nyári szabadrúgását fogta meg másodszorra. A találkozó 73. percében aztán a mérkőzés legnagyobb Vidi helyzetét jegyezhettük fel. Dusan Vasziljevic a 16-osig vezette a labdát, ahonnan el is lőtte azt, ám a felső sarokba tartó lövést Milinte hatalmas bravúrral hárította. A hátralevő időben a siófokiak szemmel láthatóan beérték az 1 ponttal, a Videoton pedig már nem tudta feltörni a hazai védelmet, így aztán az első fordulóból elhalasztott mérkőzésen végül 0-0 maradt a végeredmény.